És akkor az utolsó előadáshoz értünk, utána sörözés következik. Lovinszky Tamás, szeretném kérni, hogy jöjj ide és mesélj el, hogy... Hogy mi ez itt az asztalnál, nem lövöl a poént. Mi ketten lennénk. Akkor ketten gyertek. Prezint lesz, vagy? Lesz. Mi ezzel a monára jöttünk? Van még egy számítógépünk, hogyha esetleg kell. Fotómi. Kevés dolog csatlakoz. Kitöltöm az időt. További partnercsönés történik. Majd a végén egy összegök ilyen kiadni, de csak sokkal egyszerűbb. Jó, tehát röviden videózásról, illetve légi videózásról lesz szó ebben az előadásban. Én ilyen 12-15 éve kezdtem videózással foglalkozni, és mindenféle filmezés, tévézés után megelégeltem azt, hogy ezekben az ismert dimenzióban mozog ez a kamera, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy valahogy ez a kamera mennyivel jobb lenne, hogyha repülne. Vettem ilyen eszközt, nagyon utána jártam, és beláttam, hogy ez egy irtózatosan bonyolult téma. És igazából, amit én meg szeretnék valósítani, azt először is egy ember nagyon nehezen tudja megvalósítani. Másrészt az eszköz, ami látszólag tudja ezt, az nem biztos, hogy arra alkalmas. Tehát, hogy ugye a kameráknak van méretbeli különbsége, aki foglalkozik mondjuk akár csak fotózással, nyilván tudja, hogy mondjuk a legjobb telefonjával se tud egy olyan képet előállítani, mint mondjuk egy komolyabb fényképezővel. Nyilván az optika méret, ahhoz már társulnak mindenféle egyéb technikai paraméterek, amiket ugye valaminek el kell bírni. Tehát, hogy nyilván egy webkamera szintű dolgot reptetni sokkal egyszerűbb, mint egy komoly fényképező. Hát ezen a gépen, kicsit előre szadjuk a dolgot, tehát ezen a gépen gyakorlatilag egy ideális középút van. Jó, tehát ez jó. Melyik most a PC-ben? Most a fehér volt. Tehát igaziból. Jó, tehát mondom, hogy elsősorban a videós újságírás felől közelítettem meg a dolgot, ott, mikor tehát néhány évvel ezelőtt így paprikás volt a hangulat, és a belvárosban minden este gyakorlatilag tudtunk hasonló videókat készíteni, akkor már meg, és mindenki, összes tévéstáb hívta a kollégákat, hogy akkor hol van balhé, meg volt beszélve, hogy ki hol van. Már gondolkoztunk azon, hogy most már mi szervezzük meg, hogy hol legyen balhé, és akkor tudjuk, hogy oda kell menni. Vagy egy órával előtte beállunk, és akkor tényleg az elejétől a végéig minden megvan. De mondom, közben felmerült az, hogy tényleg mennyivel jobb lenne ezt valahogy más perspektívából kísérni. És akkor itt van egy videó, amit szerintem nem fog tudni elindítani, de nem is annyira lényeges. Ezt Varsóban néhány évvel ezen a 2006-os ütlen események után, egy vagy két évvel talán, ott valaki egy mikrokopter típusú járgányt fölengedett, és gyönyörűen végigrepült ezen a sugárúton, fölvette, hogy a rohamrendőrök ott masíroznak, könnygáz, minden, és több háztömbből gyakorlatilag bejárt pillanatok alatt, nyilvánvalóan egyrészt megelőzte a tévéstábokat, másrészt pedig barom izgalmas képeket készített. És akkor nyilván ebből még volt egy egész sorozat, tehát tök jó volt. Akkor már fejemben volt ez, hogy valami ilyesmit kell csinálni, csak így azt gondoltam, hogy na hát végre valaki ezt meg is csinálta. És igaziból ezen a ponton bevásároltam egy ennél kettővel kevesebb rotort mozgató gépet. Aztán majd szembesültem, hogy ez lényegesen bonyolult ezt reptetni, főleg úgy, ahogy ez képileg szükséges. Elkezdtem körbekérdezni, és eljutottam a Zsolthoz,
aki viszont pontosan ezekkel a gépekkel foglalkozik, és igazából neki már akkor gyakorlatilag ezen a projekten már akkor rajta voltak, úgyhogy maga a gép bemutatása szempontjából én át is adnám a szót. Tessék, és egy nagyon kicsi kis történelemmel gondolom, hogy felvezetjük, hogy tulajdonképpen ez a gép ez hogy került ide, és mit tud. Bocsánat mindenkit, én eladásban marha szar vagyok, ki nézzetek ki a végét. Na most a lényeg, hogy én modellezem, helikopter, repülő, minden, ami mozog, úszik, repül, akármi. Na most ebből jött a történet, hogy, hogy szeretnénk kamerát felrakni a repülőre. Most ott nekünk nálunk most a határa az olyan 10 km fölött van, még 3500 méter magasság. Utána jött a filmeseknél, hogy hú, jó lenne kamerát felrakni, stb. Na és ő lett a végeredmény ennek a történetnek. A mikrokopteres történetek, vagy a multikopteresek történetek, az igazából ilyen két évre visszamenőleg léteznek. Mindenféle borzalom. Kezdődtek a helikoptereknél, valaki próbálkozik el vala a történettel. Üzembiztonsága, hát az messze van a jótól. Hát azért egy motor van, egy hajtóművel, itt az ez egy, ott egy 6-szoros, vagy egy 8 motoros képnél 8-szoros történet. Itt vannak a játék kategóriák, 3 motoros, 4-es. Hát ő a helikopter mozorok számán boldodik. Ottó, meg még a, van 12 motoros verzió is. Van a hobby kategóriából mindenféle gyöngyszem a fórumon elérhető. Szép gyönyörűségek. A fedest. Hát egy olyan szépen kinéző ábra, nektek biztos sokkal többet mond, mint nekem. A lényeg, hogy itt ezeknél a rendszereknél már úgy működik, hogy az alja meg a tetejé független. A felső maga a kopter, ami önállóan képes repülni, UAV repüléstől kezdve bármi. Akár útpontrepülések, tegyes geometriába, akármi. Na most itt van egy repülésvezérlő, ami ő tud repülni. A pilóta meg az összes hülyeségét próbálja kezelni, meg hogy lehetőleg ne kaszáljon fel valakit. Egy 7 kilós gép valakit elkap, az itt be, ott ki. A fejem meg leesik. Na most ezt azért szeretjük elkerülni. Attól, hogy egy ilyen gép repüljön, igazából repülésvezérlő, motorvezérlők kellenek, meg maga, ami az egész szett legalább megfogja és nem esik szét a levegőben. A videós történet az már sokkal macerásabb történet, mert az alja, a maga kamera az egy három tengelyen mozgatható bárhova. Ami azt jelenti, hogy én repülök a kopterrel például, én oda viszem, ahova az operatőr éppen szeretné, úgy, ahogy szeretné. Max nem végrehajtható, mert a biztonsági szempontok bőven akadnak. Na most ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz mostanában igen szép elvárások, főleg itt a mozifilmeknél, stb. Ahol én molyolok, hogy három tengelyen kell mozgatni a kamerát, stabilizálnom kell, tök mindegy, hogy hogy áll a maga a gép, akárhogy dobálja a szél, a kamerának akkor is állni kell. Hát nem állt az operatőr látja élőben, hogy mi a fenét is csinál. A lentről el lehet képzelni sok minden, de fentről egész más van. Ehhez tartozik egy földi állomásnak van elnevezve, igazából egy monitor takar egy vevővel, ami egy vezető nélkül leküldjük az élőjelet, és akkor látja a megrendelő is, meg a operatőr is. Ugyanaz, csak a másik gépen. A gimbal az itt van, most itt igazából a filmes gépekig akármi fölmehet rá. Mert igazából a szalagos gépekig a gépek elbírják, a technikailag már akadálya neki nincs. Max egy-két olyan ilyen van, aki a biztonságot, azt igazából úgy gondolja, hogy smafu. Hát ezt én nagyjából az előbb elmondtam. És itt a gép irányításáról annyit, meg a kameráról is. Itt azért igen sok gyroszkóp, gyorsulás érzékelő, stb. Lenni kell, hogy ez igazából úszni tudjon a levegőbe, vagy csak állni, vagy
akár ilyen 15 méter per szekundumos emelkedésre képes legyen, úgyhogy az függőbe menjen, vagy ahogy szeretnénk. Ott azért elvárások igen-igen kellenek. Most ez elektronika bőven kell, elektronika hibák azért akadnak, de azért most már azért tartott a technológia, hogy legalább használható, meg biztonságos. Van egy videónk, amit... Megpróbálunk. Neked minden van. Folyadom, hogy mindjárt rákatték. Igazából csak egy kis... Még van egy csodálat. Kérdezzünk, jó, hát egy rövid videót összeraktunk, tényleg rövidet, ami mondjuk passzol ide ebbe a felállásba. Kis ízelítő, hogy körülbelül miket tud használni. Igen, tehát hogy körülbelül miket tud mondjuk egy ilyen... Sokan kérdezik, hogy mire használunk. Egy szép zene is alatta az... Itt azért olyan dolgok vannak, amik megrendelésbe előjönnek. Jó, itt tárhától nem bírok mutatni felvétel, bár akad bőszem. Néha vicces, néha autót, villamos, ezt azt robbangatnak a gép alatt. Mindenféle variációval, de hát nagyon nehéz egyetlen megmutatni is, hogy mit tud a gép, mit tud a pilóta, mit tud az operatőr, a kettő együtt, időjárás, stb. A megfigyelési céloktól kezdve a rendezvények itt akármi is, bármi szóba jöhet. De tulajdonképpen nagyon jól kiváltható vele például, amit egy Jimmy Jeep tud például, itt visszaváltható gépnek a prezire közben. Tehát, egy ilyen nagy, gyakorlatilag egy daru, meg egy dolly egybe, tehát hogy ezt nagyobb tévés, meg filmes produkcióknál előszületett használják, biztos látod, hogy egy ilyen hosszú géme van, és akkor lehet, hogy három keréken vagy sinem tolják, és akkor közben ez a gép mozog, a végén meg szintén mozog a kamera. Tehát ez egy tényleg gyönyörű képeket, mert látványos dolgokat lehet ezzel csinálni, ami annak a, tulajdonképpen a határ annak a gépnek, hogy tulajdonképpen egyrészt a tologatás is egy elég macerás dolog, másrészt pedig annak a gépnek egyszer csak vége van, tehát ott van, hogy meddig emelhet, és akkor pont az egyik videóban volt, hogy ilyen komandósoknak készítettünk egy ilyen kvázi referenciafilmet, meg oktatófilmet, és akkor ott például egyik snitt úgy kívánta, hogy most akkor egy ott, ahol már nem volt út, hanem csak egy ilyen gazos mező, és nyilván egy félnapos munka lett volna oda felépíteni a sínt, és egyébként is baromi problémás lett volna ott, akkor hát figyelj, Zsolt, egy 10 méterre menjünk már arrébb, és onnan induljon már a snitt. És akkor nyilván tehát egyrészt költséghatékonyabb is, tehát nem kell bazisok berendezést oda cipelni, hanem ezt a gépet kiveszik a csomagtartó, és nagyjából ott száll fel, ahol szeretne. Tehát tulajdonképpen ezeket a kvázi tévés, klasszikus tévés meg filmes technológiákat is nagyon jól lehet vele helyettesíteni. Stabilitásban is most már közel ugyanazt azt hozza. Hát a légi felvételek meg ugye szintén annak, tehát például ez a kép, ez egy abszolút klasszikusan olyan, amit csak helikopterről, illetve repülőről lehetett volna korábban megcsinálni. Hát nyilván annak is a reptéről felszáll, elrepül vissza, tehát annak nyilván nem pont az a költsége, tehát ez se egy olcsó technika, tehát egyáltalán nem erről van szó, de nyilván egy csomó olyan produkcióba behozza a lehetőségét a légi felvételnek, mire korábban nem volt lehetőség. Nem tudom, lépjünk tovább, amit pár dolgot talán bekészítettünk. Igen, hát ezek, amiket mi felsoroltunk, de hát részint tőletek is várjuk a ötleteket, hogy mi az, ami még, tehát tulajdonképpen a Zsolti talán még beszélt arról, hogy mit lehet erre felszerelni, de akár tőletek is jöhetnek még ötletek. Azt már lelőtték. Igen. Igen, de volt távérzékeléstől kezdve, itt már hogyha úgy is tettünk. A női öltöző az mindig elhangzik. És akkor az is megrendeléseidek nincsenek, mert az angol királyi pályán beszél. Ilyen rengeteg volt, főleg úgy, hogy most itt a Die Hard 5-ben dolgoztam. Itt ezeket évben le kell utasítani, mert az ennél nem ér annyit. Tehát bárki.
mennyit bír az aksia ennek? Egy rettésre, vagy egy rettetés, az mennyi idő körülbelül? Hát ez nagyon gépfüggő, kamerafüggő, mennyire van tépve a szárja szélet. Ez a konferenciás konfigurációja. Hogyha olyan lájtos repülésekről van szó, hogy semmi extra hokuszfok, akkor olyan 8 perc környékén. Ha olyan agresszív emelések kellenek, ahol azért olyan 400 ampert kényelmesen ki lehet lebírni az akkumulátor és felveszi a motor, ott azért 1-2 perc. Mennyire zavaró az, hogy repülés közben megváltozik a súlypontja az operatőri munkától? Tehát normális, egy kvadrokopter súlypontja az földszinten leviszintezem és adott felrepültem ennyi van. Ez azért egy ipari cucc, ami azt jelenti, hogy a végére fölteszek egy 3 kilós kólás jöveget, és ez ugyanúgy fog repülni. Nem érdekli. Mennyire lehet utómunkával kompenzálni azt, hogy azért valamennyire látszik a remegése a quadrocopternek? Tehát most így a videót, amit néztünk, azon ez nagyon, nagyon impresszív, de azért egy kicsit látszik. Ezek ilyen 1-2 évet felvételek, a mostani a konzol szerint semmi nincs. Nincs utómunka. A utómunka csak vágás, semmi más. Milyen szintű ügyesség kell ennek a vezetéséhez? Nekem volt már szerencsém ilyen sima RC helikopterhez, aki először fogja a kezébe, az összetörésen kívül nagyon más nem tud bele produkálni. Hogy lehet ezt neki kezdeni egy ilyennel való foglalkozásnak? Gyakorolni szeretné valaki? Hát, szimulátor van hozzá? Vagy? Hát szimulátorok léteznek most már multikopterekre is. Igazából létezik most már olyan hobbigép, ami tud repülni. Ami azt jelenti, hogy így a kezembe felpörgetem a motort, és elveszem a kezemet alól, és az ott marad. Elmehetek sört inni. Olyan szinten kibalanszolgatod? Így van, de a repülési tudás nem helyettesít. Sokan megveszik ezeket is, igazából önmagától tud repülni, mert nyomok, emellek fordulatszámot, és ez így föl fog szállni, és ott marad. De a hülyeségeit kell tolerálni, ott szokott mindig a baj lenni. Konkrétan ebből a készülékből ti mit fejlesztettetek, vagy ez egy kitből összeraktátok, vagy vezérlőrendszer saját tettétek, vagy hogyan össze egy ilyen? Ezért úgy működik, hogy részeket lehet kapni, követ, vezérlő, stb. Úgy kezdődik a történet, hogy a hobbi repülésre teljesen jól használható, mert el van. Most az ilyen jellegű felhasználásoknál ott már az alapmotorvezérlők egyszerűen esélytelenek. A durván 10-szer gyorsabbnak kell lennie, sokkal pontosabb vezérlésnek, ott a szoftvert muszáj neki ülni és meg kell érni. A kameravezérlés nem létezik a piacon olyan, ami jó. Amiért azt mondják, hogy én nekem kifizetik a pénzemet, és hogy nem kell utómunka. Ezt is meg kell érni. Mi van, hogy alá az egyik katona? Hát sajnos volt rá például, mert elektronikából kiszakadt néha jönni a füst, ilyenkor azért sajnos semmi nem megy füstre, vagy füst nélkül. Itt azért úgy, ez a gép 30 kg emelőereje van neki, ebből 7 kg a gép. Itt akkor a teljesítmény marad, hogy bőven, kényelmesen oda leszállok, ahova szeretnék. Most amit lehet, az redundánsabban megcsinálva, azért van két akkumulátor, stb. De vannak olyan részek, amit egyszerűen lehetetlen, mert ez úgy teljesítmény arány gázat szab. A használatára az eszköznek van valamilyen szabályozás. Hatósági szabályozás, gondolok arra, hogy mindenki elkezdi használni, akkor itt van valami ültetés, és akkor 30 tévés állapot lehet használni. A Justin próbálkozik, mert éppen az egyik háznak az oldalában van a gépe. Szabályozás az igazából nincs, mert ez egy annyira új technológia, hogy hát a jó alkotók mindig később jönnek. Attól függetlenül, ami egy repülőgépekre és a modellgépekre vonatkozik, meg plusz a biztonsági dolgok, mind vonatkozik. És hogy ki tudja, Viktor szerint? Hát a fokozottan védett területek ebből kiesnek, a gázos helyeket azokra mi mondjuk az, hogy hát vagy ide, azt inkább másik be, hogy az például az nem látszódhat az épület. A légi felügyelettel én kapcsolatban állok napi szinten, így megmondják azt, hogy hol ok és repülni és hol nem, de ilyen kifejezett szabályozás nincs Magyarországon. Mondtad, hogy a hülyék nem szoktak az ilyen biztonsági dolgokkal foglalkozni, és az lenne a kérdés, hogy el lehetne indítani esetleg? Ezt a képet azért én raktam össze, ezt tudom, hogy ez mennyire túl van biztosítva, mert itt azért nem véletlenül 7 kg, 7 kg.
megpróbálom nektek, de ha véletlen gázos, akkor biztos nem fogok fele felszállni. Ha ez úgy kielégítik. Jó, ez jó. Kb. Mennyi idő volt, amíg így kifejlesztetted, meg így összerakodottad? Hány év? Hát az első próbálkozásoktól számítva úgy 3-4 év, mire eddig eljutottam. És így kompletten nem lehet venni? Tehát az úgy de durván megveszed a 30 ezer euróért körülbelül, és garantálom, hogy a 2 percet nem fogja a levegőbe tölteni. De jó, de gondolom, aki csinálja professzionális, vagy nincs olyan cég egész világon, aki... Ki az, hogy aki adja a tudását? Biztos. Van rá piac, tehát nem. A piac bőven van, de mit tudom, én eladom neked, én honnan tudom, hogy te nem fogsz valakit kinyugasztani velem, mert mit tudom én, nem megy annyira a repülés, vagy bármiféle probléma van, és hogy mondom azt, hogy én, bocs, hát nem így hibáztam. Hát ez szerintem így jogi, hogy meg lehet oldani. Esélytelen. Jó. Tehát akkor nem létezik a világban olyan cég, aki egyet. Kompletten lehet kapni bizonyos adott feladatra, minden gépet egy feladatra építünk. Ez nem jó, mint tudom, én nem értem, nem érdemes egy ilyen picike, 20 grammos kulcsatos kamerával rohangálni, meg nem is bírok ebben elvinni 200 kilós cuccot. Mindegyiknek megvan az, amire van. Létezik, ami bizonyos feladatra alkalmas, de mindig ott van az a de. Saját magad építed, akkor meg olyat csinálsz, amit szeretné, olyat, ami kell. És akkor végül is minden stáb, aki mondjuk így a világon csinál ilyen videót, az saját maga csinál? Az a sajátja. Így egyben itt elég sok gyártónak a dolgát használom, elég sokat át is kell alakítani, mert erre a célra alkalmatlan. Bár én nem is hobbi célra szeretném használni, hanem én pénzt keresek. Értem. Jó. Meg kell keverni, megbocsássák. Majd megvesz kint. Jó. De át kell lakulunk sörözésé, vagy repülésé adhatunk. Hát nézd meg szerintem, hogyha... A repülést. Így érjük. Köszönöm szépen. Akkor én nem beszoktam nézni nyilván a kameraképet, és ott meg nem tudom, hogy elsősorban. Az egy aksi is, hogy nyilván működik, ha a elég szemügyen képbe kapcsolódik. Alap esetben mondom, 2 távirányító van, tehát most nyilván nincsen semmi feladat, ami ez szükséges lenne, de a Zsolti repül a géppel, és akkor a operatőr pedig azzal a másik távirányítóval. Tehát igen, a levegőben az történik, hogy a gép egy helyben marad, és a kamera mozog ilyenkor. A legtöbb operatőröm elhányja magát az első tisztelt. Álljon egy olyan időként. Akinek nagy szája van, annak meg szó minden. De nincs, de sok minden más van. Igazából alapvetően. Tehát a videó jelet
küld. Ezen kettő egészen még. Telemetrián van kettő négyen. Kettő négyen? És 5-8-an jön a videó, hogy nehogy a szépen referenciál legyen. Mondjam, hogy ebből rakjam. Ilyen kicsi helyen még sose lehetettem. A projektor. Ezt a kamerát tudták használni egyébként? Ez a kis kamerának kinéző valami, ez ugye a hídi mellé beteltük. Igazi parator, vagy a piloto addig ő megdolgozik, ha szerencsém van. Nos, hát nagyjából ennyire gondoltuk. Hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor a technológiai részben Zsolti nagyon otthon van. Videós részben pedig akár én is tudok segíteni, hogyha valakinek van bármilyen jellegű kérdése. És köszönjük szépen a figyelmet. Ezzel már az utolsó díj, de most már nem megyek oda lakozni. Én pedig köszönöm, hogy itt hoztam, köszönöm az előadókat, és köszönöm magam.